Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel Teóriák csatorna, és a mai videóban egy picit az elveszett emberről fog beszélni, tényleg nem sokat és viszonylag rögtönözve, de ezt a kérdést fontos azt hiszem tisztázni egy videóban, hogy mindenki ez eljusson. Szóval nemrég megjelent az elveszett ember előzetese, ami talán az egyik legnagyobb sikerű FT előzetes lett, tényleg nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, viszonylag jó megtekintéseket is ért el, ahhoz képest, hogy előzetes, tehát nem az átlag Marvel Teóriák nézettség, de hogyha összeadjuk ezeket, akkor egy teljesen okés nézőszám jön létre, több mint okés, szóval nagyon szépen köszönjük. Viszont van egy nagyon nagy kérdés, amit sokan feltettek nekünk, hogy ez miért egy elveszett ember, projekt, sorozat, film, bármi, tehát miért elveszett ember a címe ennek az egésznek, mert a gyakorlatilag egy pókember eredet sztorinak néz ki, egy pókember sztorinak néz ki ez az egész. Nos, erre valahogy spoilermentesen akarok válaszolni, de tiszta vizet önteni a pohárba, így gyorsan a sorozat előtt, ugyanis ez nem csak egy pókember sztori. Ez egy olyan pókember sztori, nagyon-nagyon sokszor úgy promózzuk ezt, ami egy eddig nem látott pókember sztori. Ez tényleg egy olyan, ami rengeteg módon elrugaszkodik a képregényektől, úgyhogy közben megtartja az alapvető értékét, tehát nem egy új karakter találunk ki, hanem pókembernek egy olyan változatát hozzuk most ezt így el, ami megtartja az alapvető fontos dolgait, ami miatt pókember pókember, de egy új történetet. Ez az egyik. Tehát pókember sztoriából sem csak pókember. Azonban ez az egész elveszett emberügy, ez nem csak egy elveszett ember, nem csak egy személy, hanem egy jelképe lesz majd a sorozatnak. Ezt nagyon nehéz elmagyaráznom spoilerek nélkül, de igazából ez majd a sorozatban fog bővebben kiderülni. Szóval összességében ez nem csak egy pókember sztori. Tehát ez kicsit olyan, mint egy Amerika kapitány polgárháború, ami hát el lehetett volna nevezni bosszúállók sztorinak is, mert bosszúállók sztori, de nem csak egy bosszúállók sztori, ez több annál, ez Amerika kapitány sztoria és a polgárháború, szóval valahogy így próbáljuk elképzelni. Mert a fő pókember sztori, az a pókember karanténban, a negatív élet is majd a harmadik pókember film lesz, aminek majd később fogjuk elmondani a címét, először jössünk egyáltalán az elveszett ember végére. Szóval így röviden ennyi, igazából ennyit akartam, mert úgy gondoltam, hogy ez talán fontos így, szóval, hogy nem fogjuk megváltoztatni a címet, nem magányos ember, mert nem csak az emberre vonatkozik, ez egy bővebben érthető dolog, amit majd a hatodik rész után fog mindenki megérteni, csak ez így fontos, azt hiszem, így elindulni majd az első rész felé. Azt sem tudom, hogy ez a videó mikor fog kimenni, mert 7-én veszem fel, rengeteg videó van készülve, ez a harmadik videó, amit így 10 percen felül felveszek, szóval eléggé pörög a meló, még most, amikor tudok, csak felveszek, és szépen osztjuk, szóval ja, igazából ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, tényleg ez csak egy bejelentkezés, egy rövid kis nit volt. November 11-én Geekon, várunk mindenkit, köszi a figyelmet, és akkor, ha van valami kérdésetek az elveszett emberrel kapcsolatban, írjátok le kommentbe, és aztán majd meglátom, hogy tudok rá válaszolni. Sziasztok!